Ezek a földből kibontott gázvezetékek, a több mint 2000 méter hosszan kibontott régi csövek hamarosan elszállításra kerülnek egy újrahasznosító üzembe. Mögötte pedig az új gáznyomás szabályozó állomás áll. Paksváros önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében négy báros középnyomású gázvezeték kiváltását végeztette el a lakótelepen. Az első ütemben az űrgemezőn a gáznyomás szabályozó és a hozzátartozó 22 báros acélvezeték készült el, a második ütemben pedig az ehhez kapcsolódó négybáros középnyomású gázvezeték épült ki. Egy négybáros eh, polietilén gázvezeték eh, kiváltásáról szól, ami a Paksváros gázellátását biztosítja. Ez a második ütemben megvalósított gázvezeték, gyakorlatilag ez 1760 méternyi gázvezetéket jelent. Ez a gázvezeték a Szántó és Belterületen halad végig a Pollák Mihály és a Györköny utcáig. A négy város középnyomású gázvezeték kiváltására a Pollák lakóterület kialakítása miatt volt szükség. A beruházás bruttó 110 millió forintból valósult meg. A gázvezeték kivételezése tavaly december elején kezdődött meg. A beruházás keretében közel 1620 méter gázvezeték került kiépítésre Pakson.